A hűvös időjárás és a szemerkélő eső sem tántorította el a lányokat attól, hogy rúgják a labdát. A Sátoraljaújhelyi Diáksport Bizottság a Zempléni városban rendezte meg a Diákolimpián belül a területi döntőt, melynek tétje már a vármegyei elődöntőn való szereplés kivívása volt. A Sátoraljaújhelyi sporteseménye három Bodrog közi és egy helyi általános iskola csapata körmérkőzéseket játszva mérkőzött meg egymással. A kezdetektől szerepel a Diákolimpia versenyrendszerében a női labdarúgás, ugyanúgy, mint a fiúknak, de itt két korcsoport összevonásával, tehát a harmadik és a negyedik korcsoportból rakják össze a kollégák a csapatokat. Ez is egy sport, ez is egy mozgás, és a lányok között is egyre többen vannak, akik szeretik ezt a sportot, és csinálják is nagyon komolyan. Ez az eredményeken is meglátszik. A területi döntőn Bodrog közben három iskola volt jelen, a Nagyrozvágyi és a Cigándi oktatási intézmények mellett a Karcsai Általános Iskola indított lány labdarúgó csapatot. Mi minden éven belevezünk a Diákolimpiai versenyekre a lányokkal. Mi külön foglalkozunk is velük otthon, vagy sportkör keretein belül, vagy az öttes nevelés óra keretén belül csinálunk nekik edzéseket. Hála Istennek szeretik is a lányok ezt a sportágat, úgyhogy örömmel jönnek minden éven, és a foglalkozásukra is örömmel jönnek. Sátoraljaújhelyből egy iskola képviseltette magát a körzeti döntőben. A Petőfi Sándor Református Általános Iskola első alkalommal vett részt lány foci csapattal a Diákolimpián. Az iskola megalapítása óta ez az első év, amikor úgy döntöttünk, hogy megszervezzük a lányok részére is a Diákolimpián való részvétel lehetőségét. Sikerült 10-12 kislányt összeszedni a 6-os, 7-es, 8-os korosztályból, és ezzel a csapattal veszünk a részt. A körmérkőzések végére a továbbjutás sorsa is eldőlt. Az újhelyi területi döntő ezúttal a Karcsai Általános Iskola csapatának sikerült legjobban. A lányok első helyen végeztek, így utazhatnak szerencsére a vármegyei elődöntőre.